Ebben a rövid videóban szeretném bemutatni, hogy hogyan alakítottam át a Sony Alpha 5100-as fényképezőgépemhez. A Sony Alpha 6500-hoz készült small rig, hát ilyen keretet, cage, video cage-nek szokták mondani. Az volt az eredeti probléma, hogy amikor betesszük a keretbe a fényképezőgépet, akkor most így lehet látni, így néz ki, így helyezkedik el, akkor az eredeti cage-nek, ami ugye a Sony Alpha 6500-hoz készült, azon volt, az így nézett ki körülbelül, tehát így, és ezért az ajtót, az akkumulátor ajtót, ezt nem lehetett kinyitni. Hát mert ez itt teljesen leblokkolta. Én tulajdonképpen csak annyit csináltam, mert úgy láttam, hogy ez egy teljesen fölösleges alkatrész igazából, hogy én ezt szépen itt kivágtam. Egy ilyen eszközzel, amit itt lehet látni, a fiam segített ebbe a feladatban, mindenki nagyon vigyázzon, amikor végzi, egyszerűen levágtam itt, természetesen úgy, hogy előtte kiszedtem a fényképezőgépet ebből a tokból. Tehát szépen megfogtam, és akkor kivágtam először azt hiszem ezt a felét, így, aztán pedig itt vágtam. Itt lehet látni, hogy egy kicsit bele is vágtam ebbe a részbe, úgyhogy nagyon vigyázzon, aki ezt csinálja, és itt is, ezen a részen is egy kicsit meg hozzáért a forgó vágókorong, és utána, még miután ezt kivágtam, ugye így ez kijött, akkor még fogtam egy reszelőt, és ezt a részt, ezt még itt lereszeltem, hogy az ajtó, az akkumulátor ajtó az teljesen ki tudjon nyílni. Úgyhogy ez a cage most ebben az állapotban, ahogy van, gyakorlatilag alkalmas a Alpha 6500 és az Alpha 5100 fényképezőgépek számára is. Úgyhogy ez az alkatrész, amit kivágtam belőle. Így néz ki az a kis mini stúdió, mobil stúdió. Egy Apple iPhone 7-est használtam ehhez a felvételhez, és egy LED panelt, egy Aperture LED panelt a megvilágításhoz.